Okay. And I think we did a really good job because it was like super important game for us. So I'm super proud of my team. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Coach, how did you see the game? First of all, I want to say thank you for my team. They did their job on the court. The meaning of the game for us, after this win, we guaranteed the second round for the Euro Cup. That's why we have a long way on this road. We are very happy with our players. We are like a family. And I want to say thank you all of them. Thank you so much. Congratulations and the best wishes for the second round. Thank you. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you once more. Thank you. Nyilatkozó értékek vezetőjének mondott, hogy nagyon fontos volt nekik ez a mérkőzés, hiszen ugye bejutottak a második körbe, és azt gondolja, hogy jó mérkőzést tudtak játszani. Ugyanezt mondta a játékosok is, Sebb Győzőn, aki szerint nagyon jó munkát végeztek a lányok,
és annak ellenére, hogy fáradtak voltak a török szuperliga nehéz mérkőzései után, és akkor jött ez a negyedik sikerült is, de az, hogy egy ember 30 pontot dob nekünk a palánk alatt, ezt egyszerűen nehezen tudtuk kezelni. Fontos mérkőzésünk lesz hétvégén is, igazából innentől kezdve folyamat, úgyhogy próbálunk dolgozni tovább, és mindennek fogunk tenni, hogy ebből a kis hullámvölgyből minél hamarabb kijöjjünk. Krisztián, hogy lehet a mérkőzés? Nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, egyszerűen találkoztunk egy nálunk jobb csapattal. Tehát, ahogy említette Bet, és ez egy nagyon kulcs szó, hogy jelen pillanatban szakaszosan tudjuk megoldani, és tudunk jól kosárlabdázni. Sok esetben viszont nem. Kihagyások vannak, rossz támadások, rossz védekezések, könnyű gólokhoz jut az ellenfél, úgyhogy mi még nem vagyunk ezen a szinten, nyilván csinálnunk kell tovább a munkát. Az, hogy belső poszton nyilván egy világklasszis játékos dominált, ez nem meglepetés. Tehát nem ez a legfőbb probléma, hanem itt van egy vasárnapi mérkőzés, amire már előre tekintettünk, és természetesen az hazai pályán meg kell nyernünk, úgyhogy egy edzésnek használtuk ezt a mérkőzést, és próbáltunk olyan dolgokkal is foglalkozni, amikkel eddig kevesebbet, és hát nyilván ezt a dominanciát, ami fölénybe volt az ellenfelünk, ezt most nem tudtuk kompenzálni, de nincs semmi probléma, hanem a vasárnapi meccsen nyernünk kell hazai pályán. Köszönjük szépen a figyelmet! Azt hiszem, mindent elmondhatok.